Hatalmas bográcsban készült a pörkölt, hozzáfőtt krumplit és friss kenyeret kapnak a rászorulók. Az önkéntesek adagolják a meleg ételt, folynak az előkészületek Dunaföldváron a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat templom utcai udvarán. Amikor megnyílt a kapu, sietős léptekkel özönlöttek a rászorulók, és kezdték válogatni a ruhaneműt. Lipták Tamás ötlete volt, hogy hívjuk meg a Dunai Városi Vízilabdás lányokat egy élelmiszerosztásra, meg ruhaosztásra, és ezt ma megvalósítottuk. Hát jöttek az önkéntesek örömmel, meg segítettek a lányok is az osztásban, és itt vagyunk a nap végén körülbelül. Azt hiszem, hogy sikeres volt, tehát durván 150 adag ételt készítettünk, akik nem tudnak mozogni, azoknak elvittük házhoz, rászorulóknak meg elég sokan bejöttek. Ez az első akciónk ebben az évben. Mi azért látjuk, mekkora nyomorúság van néhol, és próbálunk ott segíteni, ahol nincs tüzelő, nincs étel. Nagyon sokan vannak ilyenek, és ugye hívó szóra jönnek, meg terjed a hír, tehát akik nem kaptak meghívót, azok is jönnek. Ha jut, azoknak is örömmel adunk. A létszámban 27-en vagyunk, hát abból aktív egy olyan 18-20 fő. Ugye nagyon sok az öreg már, az átlag életkor 70 fölött van. Én fiatalabbak közé számítok. Azért van remény, mert vannak fiatalok is, de nagyon kevesen. Csábítgatjuk őket, hogy álljanak be közénk, mert nagyon kell a munkáskéz. Azért a legaktívabbak itt voltak ma is. Hát sokan otthon maradnak, mert vigyáznak magukra, félnek a koronavírustól, de azért az aktívabbja itt van a fronton. Kis pénzből élünk, ilyesmi, tehát kisebb ruha, egy étel, egy bármi ilyesmi, és nagyon szívesen elfogadja a kis szűk családunk, amit nagyon szépen köszönünk. Ugye már... Hát ahogy tudok, tehát ahogy alakul munka, tehát úgy dolgozom. A vízilabdás lányok szeretnek segíteni másoknak. Dunaföldváron először voltak, de nem ez volt az első alkalom, hogy adakoztak. Most vagyok másodszor talán ilyen családsegítésen. Egyszer Dunajvárosban voltunk, ugyanígy ételosztáson, de nagyon, hát amellett nagyon szomorú volt látni, hogy sajnos mennyi ilyen család van. Nagyon boldogság, vagy hatalmas boldogsággal töltött el, hogy segíthettünk rajtuk legalább ennyivel, vagy azzal, hogy ott voltunk és tartottuk bennük a lelket. Nagyon sok rászoruló van a környezetünkben, és hogyha tudunk, akkor szeretnénk, és próbálunk is mindig visszaadni. Most már megbeszéltük, hogy a következő akció tartós élelmiszergyűjtés lesz húsvét előtt, úgyhogy abba is beleállunk. Sok a rászoruló a környéken, így évente többször is gyűjtenek számukra. Karácsony előtt hasonló projektet csináltunk, vagy végeztünk itt a csoport, a támogató szolgált, illetve a tanoda, Dunaföldvári Máltai kontingens, hogy így mondjam. Az a különbség, hogy a mai napon, ahogy te is látod, jól mondod, itt segítségünkre voltak tündérkék, úgy mondjam, vagy nem tudom, nagyon helyes lányok, a Dunai Városi Főiskola vízilabdás lányai, akik csomó más egyéb társadalmi felelősségvállalásos tevékenységet folytatnak, végeznek, legyen az egy beteg kisgyermek, legyen az egy állatmenhely, legyen az egy bármiféle egyéb ilyen olyan feladat vagy tevékenység, ami mellé, úgy érzik, hogy mellé, mögé tudnak állni. Én évek óta figyelem az ő munkásságukat, tevékenységüket, ugye hárman közülük ebből a csapatból olimpiai bronzérmes vízilabdázók is. Nagy büszkeségei országunknak is, úgymond. Úgyhogy megkérdeztem őket, hogy lenne kedvük eljönni egy ilyen feladatba részt venni, és hát örömmel konstatáltam, hogy van kedvük, és hát most tudták úgymond a verseny naptárjukba beleszorítani a mai napon, és hát ezért is lett ez a projekt mára datálva. És hát ugye szegény, rászoruló, illetve éhes ember az nem csak karácsony előtt van, hanem most is, úgyhogy én örülök neki, hogy ez a kettős dolog így összecsengett a mai napon. Mi ellátotti ügyfélkörünkbe tartozó szegények, rászorulók, idősek, de nagyon sok kisgyermekes család is jött, ugye a tanodában sok kisgyermeket látunk el, vagyunk velük kapcsolatban, illetve vagy pedig hát az önkormányzat segít nekünk abban, hogy kik azok a rászorulók, akiket célszerű lenne egy-egy ilyen akcióval elérnünk.
Volt kolbászsütés, volt, melyből szintén kivették a részüket a lányok, volt pörkölt főzés, ugye hát ez egy hosszadalmasabb dolog, azt Jákli Viktor csoportvezető úr, barátom végezte, és hát voltak különböző egyéb dolgok. A lányok például a vízilabdás lányok hoztak ilyen női táskákat, amelyekben tisztálkodási szerek, tisztító szerek voltak találhatók, és hát ezeket itt a rászoruló lányoknak osztották ki nagy örömükre. Hát a legközelebbi biztos időpontunk az húsvét előtti időszakban lesz, ugye karácsony és húsvét ez a két alkalom, amikor nagy csomagosztást tartunk, de egyébként épp a lányok kérdezték, hogy mivel tudnának segíteni nekünk, mi folyamatosan biztosítjuk a hozzánk fordulóknak, ha csak egy kis csomaggal, de a rászorulók mindig kapnak, a hozzánk betérők egy kis élelmiszercsomagot, tartós élelmiszert, tehát aki segíteni szeretne nekünk és jól szeretne segíteni a tartós élelmiszer, az mindig jól jön a Málta raktárába, úgyhogy ezúton is várjuk szeretettel. Ez a kedves kis játékmackó is gazdára talált a kosárból. Játékkal és édességgel a kezükben örömmel távoztak a gyerekek is a Dunaföldvári Máltaház udvaráról.